A holnapi békemenet üzenete egyértelmű nem a háborúra, ezt mondta a Kossuth Rádióban a békemenetet szervező civil összefogás fórum elnöke. A gyülekező a Komjádi uszoda előtt lesz 12 órától, Csizmadia László hangsúlyozta. A békemenet a közösség erejét akarja felmutatni, célja pedig a béke minél hamarabbi elérése. Nem félünk. Azt kell mondanom, hogy ugye jó pápánk, a lengyel pápa is megmondta annak idején, hogy ne féljünk, nem félünk. Ez egy olyan tömeg, ami magából ki tudja zárni mindazokat, akik esetleg valamilyen provokációt akarnak végrehajtani. Egy a mi üzenetünk, hogy mi nem fogunk, egészen biztos.